megjártam Pestet és Budát körben, de végül sikerült idejönnöm ezzel a késéssel. Az előadásom kibővített címmel nyitó diáit szerepel, hogy Hello e-mail, utalva arra, hogy szó lesz itt a magyar helyesírásról, a szabályzatok a változásairól többek között, és a szabad eszközökben, vagy az éppen zárt szoftverekben is használt szabad magyar helyesírási szótárnak, illetve a helyesírás ellenőrző programnak a jelen fejlesztéseiről, illetve a közeljövőben lezajló fejlesztéseiről. Remélem, hogy vissza fogok térni erre az e-mailre, ugye ez az e-mail új szép magyar átírása, ami úgy meglepő vagy meghökkentő első pillantása, de ugyanilyen a Hello is. A Hello az már a 60-as években átírásra került, és én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, mondjuk a 1998-ban, az se most volt, akkor úgy gondoltam, hogy benne van a helyesírási szabályzatnak a szó jegyzékében, mint szép magyaros átírása a Hello-nak, de hát mikor fogják ezt használni? Most örömmel tudatom mindenkivel, meg én is nagyon meglepődtem ma, hogy most már az interneten a felhasználók harmada ezt a 60-as években kitalált átírást használja. Tehát úgy néz ki, hogy a anyanyelvi bizottságnak sikerült megelőzni a pár évtizeddel a korát, mondjuk egy olyan öttel, tehát ez mindenképp dicséretes a tevékenységeket tekintve. És hát remélhetjük, hogy az e-mail is el fog terjedni, bár jelenleg több mint 4 nagyságrend különbség van az interneten, meg is a Google keresője szerint az angol, illetve az új magyar átírásnak használatát tekintve. Nyilván ezt úgy néztem meg, amikor adatokat kerestem, hogy beírtam mondjuk egy-két gyakori magyar szót, konkrétan itt az névelőt, meg a egy szót, határozatlan névelőt írtam be még az e-mail, illetve a magyaros átírás mellé, hogy kiderüljön, mik a találatok, és kiderült, hogy egyik esetben 80 ezer, mondjuk itt a új magyar átírásnál, a másik esetben pedig 3 milliárd. Tehát van még mit behozni az e-mailnek, de a jövőben ez változhat. Szerepel még itt, hogy az FSFHU alapítvány támogatásával, ennek a története annyi, hogy idén áprilisban pályáztam több fejlesztésre, amelyek így részben elkészültek, illetve remélhetőleg a közeljövőben be fognak fejeződni ezek a fejlesztések. Ezt reméltem, hogy a LibreOffice 5-ösnek a megjelenésével sikerül befejeznem, illetve menet közben derült ki még utána, hogy szeptemberben tényleg lesz új magyar helyesírás, tehát ez amiatt is aktuálisak ezek a fejlesztések, és ez remélem, hogy a napokban ki fog kerülni az új helyesírási, illetve helyesírási a szabad szótár, illetve szó lesz majd itt a Hunspel programnak a fejlesztéseiről is. Akkor itt már félig bemutatkoztam, de tehát Németh László vagyok, és én szabad szoftverek, vagy a szabad szoftvereknek a nyelvi részének a fejlesztésével foglalkozom jó régóta. Jelenleg a Collabora nevű cég alkalmazásában dolgozom, a LibreOffice fejlesztésén. Így kollégám Timár András is, illetve Vajna Miklós. Ami itt ezen a képen szerepel, itt van, említem majd a legutóbbi Dániában, Aarhusban lezajlott LibreOffice konferenciát is. Ez csak egy érdekes bevezető volt az ottani előadáshoz, de mivel ide kapcsolódik, tehát részben így a nyelvi fejlesztésekhez mindenképp szerettem volna megmutatni ezt a szót, ugyanis ez egy szó, még hogyha kevesen tudják elolvasni, András el tudja biztosan olvasni, legalábbis tudja, hogy miről van szó, mert ott volt Dániában az előadásomon. Tehát ez a kakaó szó maja nyelven, és ott fölül van egy kis segítség is, hogy itt duplán szerepel, nem tudom, hogy a halszerű szimbólumnak az alsó felső része, és ez így jön ki ez a kaka az eleje a szónak, és ez a itt dupla ével jelölve, tehát nem teljesen ó, hanem valamennyire ilyen kakaó, nem tudom, hogy ejtették a maják magát a szót, de az meg kijön a végéből a halnak, amellett szerették persze átírni mindenféle ilyen állat meg egyéb formával a jeleket, de ez itt éppen a kakaó. Ennek annyi még a története itt a Dánia előadásnak, illetve ezeknek a diáknak, hogy elég későn tartottam az előadást, ráadásul már előtte másfél órával meg volt hirdetve egy ilyen Hackfest, úgyhogy nem reméltem, hogy sokan eljönnek, illetve akik eljönnek, azok lehet, hogy csak elaludtak az előző előadáson, és ott maradtak. Ennek
ellensúlyozására tettem bele ilyen kakaós, meg egyéb élénkítő, serkentő szeres példákat, amiről párat átemeltem ebbe az előadásba is. Itt a helyesírás ellenőrzés kapcsán itt Dániában is egy dán írónak, Nexőnek a példáján mutattam be, hogy mennyire fontos mondjuk, hogy a Unicode támogatva legyen. Konkrétan a magyar nyelv esetében sem lehet nélkülözni, maga itt a Nexő szó a helyes magyar helyesírás szabályzatnak megfelelő ékezetes jelekkel, vagy mellék jelekkel, tehát ez áthúzott ővel jelenik meg a szövegben, de hogyha hozzáteszünk egy magyar toldalékot, akkor már ott szerepel a hosszú ő is. Ezzel csak az a probléma, hogy ugye nem régiben, vagy akár még most is előforduló probléma, hogy a 8-bites karakterkészletek uralkodtak jó darabig, és a 8-bites karakterkészletek esetén egyik jel a dán jel, meg a nyugat-európai nyelvek a latin 1-es, vagy ISO 8859 1-es szabványnak megfelelően tárolják a 8-biten ezt az ékezetes betűt, még a magyar, meg a ISO 8859 2-es, a latin 2-es ABC szerint. Na most, ha valaki csinál egy olyan helyesírás ellenőrzőt, ami támogat egy 8-bites karakterkészletet, akkor nem tudja a magyar nyelvet mondjuk ellenőrizni, legalábbis az ilyen jelek vonatkozásában. Nem csak ez végül is a Hunsperről, itt említettem, ez az a helyes írás ellenőrző programkönyvtár, ami sok szabad programban, meg már olyan zárt programokban is, mondjuk, mint az Adobe InDesign, vagy a Apple Mac OS operációs rendszerben is helyet kapott, mint helyesírás ellenőrző program. Tehát magában a programnak a fejlesztéshez kapcsolódik a LibreOffice elődjéhez, az OpenOffice Workhoz. 2002-ben, mikor megjelent az OpenOffice Worknak az első ilyen nyilvános változata, már egy kanadai fejlesztő készített egy helyesírás ellenőrző programkönyvtárat hozzá, ez a MySpell nevű programkönyvtár, és az első ilyen hozzájárulásom az OpenOffice.org projekthez az volt, hogy küldtem egy kis pici foltot, amivel lehetett az összetett szavakat felismerni és ellenőrizni, ami annyi volt benne a plusz dolog, amellett, hogy nem nagyon ellenőrizte, hogy jó ez az összetett szó, illetve ez a szótártól függött, hogy tetszőleges számú összetételre próbálta felbontani a adott szót, tehát, hogy nincs a magyar nyelven sem ez nagyon korlátozva, csak lesz majd szó itt egy ilyen szótag számra vonatkozó szabályról, de ha van két nagyon hosszú szavam, akkor azt még összerakhatom simán, tehát, de hogyha éppen elvileg van 6 szavam, azt is össze tudom rakni, hogyha mindegyik egy szótagú, csak persze nem biztos, hogy értelmes lesz a végeredmény, de a helyesírás ellenőrző fel van készítve erre. És még itt a toldalékolás, vagy az összetett szókezelés mellett a toldalékolást említeném, ami bővítés volt az eredeti MySpell-hez képest, az, hogy képes volt gyakorlatilag még egy, nem csak leválasztott a szó elejéről, szó végéről egy-egy darabot, ilyen affixum, szufixum, illetve prefixum, szufixum szabályokként szerepeltek ezek a MySpell, illetve az elődje az iSpell nevű Unix-os helyesírás ellenőrző programban, hanem egy szinttel följebb lépett, legalábbis két ilyen toldalékot is hozzá lehet adni a MySpell bővítésével, végül is külön átként, aztán később majd kicserélte magát a MySpell-t a OpenOffice.org-ban, tehát ez a Hunsperl nevű változatban. Az, hogy megjelent ez a két szint, ez igazából annyiban érdekes, hogy le lehetett írni például a magyar nyelvet, úgyhogy a első ilyen toldalék mondjuk a képzőknek felelt, meg a másik toldalék, meg a jelek, ragok kombinációinak. Már úgy értem, hogy a jel kombinálódhat a különböző ragokkal, és magának a magyar, a helyesírás szabad magyar helyesírási szótárnak a keretrendszere előállítja ezeket. Számban ez azt jelenti, hogy 10 000-es nagyságrend, 20 000 ilyen toldalék készül el, de igazából ezzel a megoldással, azzal, hogy megvan a képzőknek a szintje, és ezt meg lehet adni a szótárban, nagyon szépen le lehet írni a magyar nyelvnek a toldalékolási rendszerét, tehát a megszentségtelenítetetlenségi szót azt fel fogja ismerni a Hunsperl program pont amiatt, mert a képző, tehát a teleníthetetlenség, az, vagy teleníthetetlenségi, még az is képző, az benne szerepel, mint egy képző a szótárban, és arra rá tud tenni minden további toldalékot, ami ehhez szükséges. Amit még megemlítenék, de időm lehet, hogy nem lesz rá, mondjuk van benne egy ilyen érdekes
szabály, ez a REP szabálya a magyar helyesírási szótár, illetve maga a helyesírási program támogatja, hogy képes a javaslat tevésnél a nyelvre jellemző javaslatokat adni. Tehát, hogyha valaki mondjuk a szöllőt két L-lel írja, és rövid ővel, úgyhogy megfelel mondjuk a dunántúli tájnyelvnek, akkor ez egy listából megtalálja, hopp, itt van egy ilyen rövid ő, két dupla L, ez bizony lehet, hogy egy hosszú ő és egy rövid L, nem többjegyű mással hangzóra kevert fel a felhasználó, és ez alapján a szabály alapján fel tudja kínálni mondjuk a szőlőt, vagy a hivatalos helyesírásnak megfelelő alakot. Ez a lista, ez most olyan százas nagyságrendben sok ilyen tipikus tévesztést tartalmaz, és egy nagy előnye van ennek a listának, egy trükk, hogy képes arra, hogy összetett szó kezelésnél, amikor összetett szóban kerülnek össze a részek, akkor végez egy kereszt ellenőrzést, hogy hopp, nem egy tipikus tévesztés miatt áll elő az a látszólagos összetett szó, amit különben elfogad mondjuk a Word. A Word azt mondja, hogy hopp, hát ezt elfogadjuk, mert összetett szó. De közben éppen kicserélte a felhasználó a elipszilonosét pontos jére, és akkor egy tulajdonképpen egy súlyos hibát követett el, és mondjuk nézzétek a hangyabolyt, ez egy szövegben szerepel, de az illető leírja pontos jével, hogy és akkor fölismeri az ellenőrző, hogy hopp, itt a hangya, meg a bolyt szó is értelmes, akkor jó, ez egy összetett szó, tessék. De még a Hunspell esetében végez egy ilyen tipikus tévesztések egy ellenőrzés, és azt mondja, hogy hopp, a elipszilonos j pontos j csere, ez egy elég súlyos és gyakori tévesztés a magyarban. Nézzük meg, hogy mit kapunk, ha megcseréljük ezt a szóban, és hogyha maga a hangyaboly, mint összetétel szerepel a szótárban, tehát nem egy ilyen heurisztikával ismeri fel, akkor azt mondja, hogy hopp, ez hiba, mégiscsak hiba, mert benne van a szótárban a javított változat, tehát akkor ne fogadjuk el már a hangyabolyt éppen ilyen jével, vagy éppen a személyi igazolványt ne fogadjuk el pontos jével, mert nem szem és égyi szavakból kapott összetétel, hanem egy, ahogy szerepel a szótárban és a személyi elipszilon, ez egy ilyen dolog. És ez és sok ilyen kis pici finomság van benne, tehát sok ilyen példát tudnék mondani, mondjuk a tipikus a szintű, hát a felhasználóknak a mondjuk minden x-edik felhasználó a szintűt hosszú ível írja, és elfogadja az ellenőrző alatt esetben, mert szín és a tű összetételeként, de hát ez kivéve ugye ez a szótár. Magyar elválasztásról itt olyan újabb vagy fejlesztéseket mutatok be, itt szép színesek a képen is látható. A kettőzött többjegyű szavaknak az elválasztása még az egy olyan dolog, ami gyermekbetegségként még mind a mai napig benne van különböző népszerű és elterjedt szabad szoftverekben. Például a Firefox, illetve a Google Chrome, ezek a böngészők, mióta egy-két éve belekerült ez a HIFEN elválasztási programkönyvtár, meg az elválasztásnak a lehetőség, így a CSS V3 szabványnak köszönhetően. Beépítették ezt a HIFEN programot is, aminek az nagyon jó dolog lenne, hogyha támogatná egy a magyar nyelvet, hogy támogatja ez a programkönyvtár és elválasztási programkönyvtár, de a valóság az, hogy nem támogatja, mert nem, a teljes integrációt nem valósították meg még ezek a fejlesztések, az ott dolgozó fejlesztők, úgyhogy a cél jelenleg az, hogy legalább ez le legyen tiltva, tehát hogy ne válasszon ne hibásan, hogy be van állítva az elválasztás a weboldalra, és remélhetőleg ebben is lesz valami előrelépés. Van egy két éves megoldás a HIFEN könyvtárban, egy egysoros, hogy ne válasszon el, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a jövője. Amit itt ki akartam még ezen a példán említeni, hogy hiába tud a program ilyet, tehát hogy mondjuk a magyar nyelv esetében nagyon szépen elválasztja a kettőzött többjegyű mással hangzókat, szerepel itt az asszonnyal szó itt, vagy éppen a bridge-el az itt hibásan szerepel, de ez mondjuk éppen itt a táblázatkezelő, a LibreOffice-nak a táblázatkezelő komponensében mutatja meg az elválasztást, és ez valószínű, hogy még hibás, hogyha ez azóta nem lett javítva, sejtésem szerint nem, de a Word-ben, tehát a leginkább, illetve a Writer-ben, tehát a dokumentum szerkesztőben ezek tökéletesen működnek, ezek az elválasztások, és jó lenne, hogyha más hasonló tulajdonsággal rendelkező nyelvek, mondjuk itt a példában szereplő a svéd és a norvég is működne, de hogy egy világos színe jelöli, hogy ezt még a szótárban meg kéne oldani a svéd és a norvég fejlesztőknek. Itt a Dán konferencián kérdés volt számomra, hogy van a Dán nyelv is, mint rokon a svédnek,
szintén szükséges egy ilyen szótárfejlesztés, de aztán kiderült, hogy a dán az sokkal egyszerűbb a helyesírását, illetve a tekintve, mint a svéd nyelv adott esetben. Tehát ahol tud, azt nem trükközik, nem csinálja hosszú, máshol azokat, egyebeket. Viszont egy kellemes meglepetés volt a konferencián, hogy az egyik konferencia szervező az rákérdezett, hogy van egy problémája itt a szótár fejlesztése, a helyes, illetve az elválasztási szótárnak a fejlesztésével, és kiderült, és ez nagy öröm volt számomra, hogy használja azt a bővítést az elválasztási szótárban, ami lehetővé tesz, hogy az összetett szavak határán pontosabban tudjon elválasztani a program. Ennek tipográfiai szempontból is nagy haszna volna, tehát nagyon hasznos volna, ugyanis az összetett szavak elválasztási határától, illetve igyekszik az ember, hogy ott válaszol el, tehát az összetételi határon. Ez egy nem mindig jön össze, valamit az elválasztási szótár, amit Nagy Bence készített, illetve én bővítettem ki valamennyire még ezzel a kettőző többi szavaknak más hangzóknak az elválasztásával. Tehát jó lenne, hogyha tényleg minden ilyen összetett szót így választana el, jelenleg nem mindegyiket választja el. Tehát én elkészítettem egy kiegészítést a programban, az elválasztási programban, hogy meglegyen a lehetőség erre, hogy szebben választal az összetett szavakat, meg hogy le lehessen írni majd az összetett szavak figyelembevételével a magyar nyelvet, de erre ezt nem tettem meg, viszont aminek örültem is, amit elkezdtem mondani, hogy a dán fejlesztő viszont az nekiállt ennek, hogy a dán nyelvre megcsinálja, csak éppen elakadt a első lépésnél, mondta, hogy valamit nem fogad el, és végülis rájöttem ott, hogy segíteni próbáltam neki, hogy egyszerűen nem olvasta végig a leírást, a readme fájtól, a legvégén az volt felkiáltó jel, hogy de mindenképp le kell fordítani még az elválasztási mintákat egy segédprogrammal, hogy rendesen működjön az elválasztó programmal, és már ez például egy jó javítás lesz itt, ha eljutok ide, hogy javítsam a program könyvtárát, hogy a leírást, a readme-t, a legvégét a rögtön az elejére teszem, és akkor már nem fognak belefogni abba, hogy nem működik valami, aminek működnie kéne. Úgyhogy ilyen javítások várhatók. Akkor következő, ez egy tavalyi újdonság, hogy a felhasználó saját szótárában van lehetőség arra, hogy megadja, hogy ezt nem ismeri ezt az elválasztási szótár, ezt a szót mondjuk, hogy konyakos medgyezik, Parti Nagy Lajosnak az egyik művéből származik, de van lehetőség arra, hogy megadjuk a saját szótárban, itt nagy betűvel rögtön az első ilyen gondolatjeles sorban szerepel, hogy megadunk egy szögletes zárójelek között egy ilyen kis y-t, azt a jelet, amit ha éppen odaesik az elválasztás, akkor beillesz a program. És ez igazából itt Dávidra gondoltam, amikor, illetve ugye a nevelés történet, meg az egyéb kiadványoknak a készítésére, hogy meglegyen a lehetőség arra, hogy ne kelljen kézzel ezeket elválaszgatni, hiszen többször is előfordulhat egy ilyen különleges szó, és amíg nem kerül be mondjuk az elválasztási szótárba ennek a támogatása, addig legyen lehetőség, hogy mégis el tudja helyesen választani a program ezzel a új szintaxissal. Sőt, nem csak ez a javítás nem csak erre vonatkozott, ez a bővítés, itt több európai nyelvben is szerepel, hogy ez hasznos tud lenni, illetve leválasztani is tud elválasztásnál, van egy-két olyan nyelv, mint mondjuk a holland nyelv, ott le kell választani a utolsó E betűt itt ez a kafé szóban, és egy hosszú E betű kerül a helyére, hanem mondjuk itt a feltételes elválasztási jelek, hogy amit néha az ember beszúr, meg igazából a LibreOffice-nak is az egyik elválasztási funkciója az, hogy tele szemeteli a szöveget ilyen feltételes elválasztó karakterekkel. Tehát, és ezeknél nem működött a kettőzött több ügyi más hangzóknak az elválasztása, és ez is javításra került tavaly 2000, igen, egy ilyen fejlesztési hétvégén vagy rendezvényen, úgyhogy ez is egy szép újdonság, és ez még biztos, hogy nem hangzott el ilyen szabad szoftver konferencián. Aztán ezt át fogom ugrani, de ez elvileg ez a numbertext.org, ez próbál egy az ODF szabványt, az Office Open XML-t a Microsoftnak a dokumentum szabványában meglévő BAT-text nevű függvényt, ami elvileg hivatalos ISO szabvány, de arra szolgál a BAT-text, hogy átírja a számokat, a számjegyeket táj nyelvű szöveggé, aminek így önmagában nem sok értelme van, nem is tudni, hogy került be a szabványba, illetve lehet sejteni, tehát egy ISO szabványba. Nehéz ezt, nem tudom, hogy le lehet-e. Ez az, amit el kell volna távolítani biztosan, de benne van a szabványban, és ez igazából ez a number text, ez az általánosítása. Ennek egy külön kis
pici, ilyen reguláris vagy szabályos kifejezéseken alapuló programnyelv, ami tömören tényleg egy ilyen, mondjuk 20 sorban leírja a magyar neveknek az átírását, tehát a számokat számnevekké való átírását. Jelenleg, hogy beírjuk, ez egy weboldal, most olyan 30 nyelvet támogat, de éppen most a Dán konferenciának köszönhetően hamarosan észt nyelvvel is bővülni fog, és akkor a litván meg talán még egy-két északi nyelvet támogatott ezen kívül, mondjuk a Dánt is, ha minden igaz, akkor van erre lehetőség. És a Dániában tartott előadásom az olyan címet viselt, hogy a csodálatos rejtett tulajdonságok, vagy rejtett tulajdonságok, és a csodálatos az idézőjelben értendő, például az egyik ilyen csodálatos dolog az, hogy valami nem működik, pedig kéne működnie. Erre vonatkozott a eredetileg még Broken Design volt a dia címe, úgyhogy így magyarban annyira nem kevésbé egyértelmű a kép, hozzárendelt kép. Tehát egy példát szeretnék mutatni, hogy például ha támogatja egy jó ideje, még az Open Office idejében a LibreOffice Writer a beágyazott táblázatoknak a beszúrását, illetve készítését, tehát be tudunk oda illeszteni adott helyre egy táblázat cellába. Itt a feladat az, hogy az első táblázatot, a felső üres táblázatot, illetve számjegyeket tartó táblázatot illesszük be mondjuk arra a pontra második táblázatba, vagy tetszőleges helyre, és ezt amit korábban kaptunk, az kevésbé volt logikus, erre vonatkozott itt a hiányos tervezés, felülírta a gyakorlatilag az eredeti táblázatot, a beillesztendő Dani kívánt táblázatnak a tartalmával. A jelenlegi megoldás, és igazából ez, tehát a javított változat, az már magát a táblázatot fogja beszúrni, hogyha éppen nem az első sornak az első karaktere előtt próbáljuk beszúrni, mert akkor ez a felülírás megmaradt, tehát elvileg lehet választani a két funkció között. Ez például egy példa arra, hogy a kollabora milyen javításokkal foglalkozott, tehát itt konkrétan egy ilyen L3-as szintű hibajavításként készült el ez a megoldás. És itt a korábban volt a kellemetlen meglepetés, és a javítás után már kicsit használhatóbb a LibreOffice, illetve ezen a téren sokkal használhatóbb. A meglepetések közül néha a fejlesztők számára is meglepetés, hogy mi kerül be a LibreOffice-ba. Például azzal, hogy átírásra került a párbeszéd ablakoknak a kezelő rendszere egy rugalmasabb megoldásra, ezzel, aki ezt az átírást végezte, úgy gondolta, itt a lehetőség, hogy nagyítható legyen ez a különleges karakter beszúrás a párbeszédablak, és ez igazából nem nagyon látszik, tehát a párbeszédablaknak nincs külön erre vonatkozó ikonja itt a ablaknak a cím részében, de hogyha megmozgatjuk a kurzort, éppen sajnos itt nem látszik, nem tudtam olyan képernyőképet készíteni, legalábbis itt Linux alatt, itt igazából átváltozik a egér kurzor mutat, vagy ez az ablak nagyítható. Csak éppen, tehát ilyen volt régen, ez mutatja, milyen volt régen, hogy nem változott, tehát nem volt nagyítható az ablak. Most már elvileg, mondjuk akár a címsoron duplán kattintunk, akkor rögtön kinagyít a teljes képernyőre. Megint Dávidnak egy nagyon, bárki, aki foglalkozik mondjuk ilyen kiadvány szerkesztése, vagy erre próbálja használni a LibreOffice-t, ez praktikus, mert rögtön látja, hogy milyenek azok a jelek. És ha már itt ez a jel van kiválasztva, 5 éves a LibreOffice, ha valaki LibreOffice.hu vagy egyéb helyen nézte, akkor és egy külön öröm, hogy a Unicode, szabványos Unicode karakter az boldog 5 éves születésnapot jel. Mondjuk ez véletlen, tehát lehet, hogy valaki héttel rajzolja meg, tehát csak itt véletlenként ez a 1F382 hexadecimális Unicode számjegyen tényleg a tortát fogjuk megtalálni, úgyhogy lehet ezeket küldözgetni. Hát vannak a LibreOffice-ban vad dolgok is, legalábbis ugye Dániában erre is mutattam példát. Itt ez egy házi csoki. Úgy értem, hogy a csoki az bolti, a rajta a moly pedig azon a házi molynak a petéi. Tehát innen jön a házi csoki, de nem biztos, hogy mindenkinek lenne étvágya ezt megenni. Még hogyha a kis pici moly lárvák, amik nem sokkal nagyobbak, mint a peték, azok kikelés után meg is rágcsák, próbálják megenni ugye a petetokot. Azt levágtam róla a lárvát, nehogy alakít. De lehet, hogy persze attól lesz rosszul, hogy én ezt mesélem. Úgyhogy gyorsan mutatom, hogy mire számíthat az ember a LibreOffice-ban, legalábbis az angol változatban. Tehát ha beírja azt, hogy DT, mint dummy text, és megnyomja az F3-as funkciógombot, akkor bejön egy ilyen horror történetnek a részlete. Elvileg ez az lenne a cím, hogy a dummy text, tehát ilyen buta szöveg, vagy valami értelmetlen szöveg lenne.
Normális esetben itt tényleg egy értelmetlen szöveget kapunk, egy lorem ipsum szöveget, és ez is lenne a cél, hogy azt kapjuk. Tehát ez tulajdonképpen egy felhasználói élményt csökkentő, ilyen furcsán van magyarítva, hiba. Tehát, hogy megijesztjük a felhasználót egy történettel, ha ezt megtaláljuk itt a LibreOffice-ban. A magyarban nem, a magyarban éppen egy más idézet szerepel, Misztótfalvasi Kis Miklóstól, de a cél az, hogy ezek a lorem ipsumra legyenek lecserélve rövid időn belül, tehát hogy ne szerepeljenek ilyenek a LibreOffice-ban. Aztán most rátérnék igazából az előadásom témájára, és lehet, hogy nagyon igyekszem nem hadarni, meg gyorsítani, de példákat mutatnék arra, hogy mi az, ami tényleg az alapítvány támogatásával elkészült, illetve készülnek fejlesztések. Az emojik, ezek a nagyon divatos japán, maga a szó eredet és japán, és arra vonatkozik, hogy szókép, vagy valamilyen hasonló összetett japán szóból származik. Tehát amelyek bekerültek az Unicode szabványba, pont amiatt, mert a japán telefontársaságok egységesítették ezt, valamennyire próbálták szabványosítani, és az Unicode volt a közös nevező, amivel a különféle, például a csokoládénak is van külön jele, amihez a Facebook, a Twitter, meg egyéb internetes oldalak ilyen short name, rövid neveket nyújtanak, tehát hogyha kettős pontok között beírja az ember, hogy mondjuk chocolate, akkor ezeket kicserélik ezre a Unicode jelre, tehát szabványos jelre. A fiatalok, tehát bizonyos korosztály, mondjuk nem tudom, 14 éves kor alatt ez egy ilyen közhely, tehát viszont aki esetleg idősebb, annak az ez ennyire nem magától értetődő. Igazából ennek a fejlesztésnek ez nem az az értelme, hogy mondjuk egy csokoládé jelet könnyebben be tudjunk illeszteni a writerbe, hanem meglátjuk, hogy pontosan mi a fő értelme. Viszont az, hogy lehetővé jött ez a fejlesztés, ez annak köszönhető, hogy ismerik a felhasználók, a leendő felhasználók ezeket a jelöléseket. Tehát nem fognak meglepődni azon, hogy ha beírják azt, hogy kettős pont csoki, kettős pont, akkor fognak kapni egy ilyen csokoládétáblát. Ez teljesen magától értető számukra. Tehát ez ilyen szempontból megvan a kiváló lehetőség arra, hogy éppen ezt bevigyük a rendszerbe. Nagyon egyszerű megoldással volt ez bevíve, tehát van egy automatikus javítás nevű funkció a LibreOffice-ban, és ebbe egyszerűen bele lett téve ez a 700-800 ilyen emoji karakter, amit a felhasználó elvileg látni fog. Tehát, hogyha nem keresi, akkor is meg fogja találni, mert hogyha éppen már az automatikus javítást megnézzük, akkor látni fogja, hogy hoppá, itt vannak ezek a jelek, mondjuk ez az angol változat, hogy a family az egy családot mutató kis ikonra cserélődik le. Hát ez felhasználás, ez el lehet kézni a játéknak is nagyon jó, mert akár táblát lehet vele készíteni, de amit igazából meg szeretnék itt majd mutatni, az majd a következő dián lesz, csak egy példa rá, hogy ezek honosítva is vannak ezek a jelek, tehát például a dolga az angol szövegekben fog lecserélődni, a magyar szövegben meg kutyát kell beírni, ami valamennyire logikus, hogyha azt látjuk. Ami nem logikus, hogy voltak olyan jelek, amik úgy második körben lettek, csak szépen magyarítva, mondjuk például a princess szó, az ugye a kapásból az ember a Disney hercegnők során rögtön hercegnőre magyarítja, de igazából a helyes honosítás, vagy legalábbis helyesebb honosítás a királylány. Tehát maga a szimbólumok, amik szerepeltek benne, azok ilyen mesei szereplők voltak éppen az adott Unicode részben. Tehát a hercegnő is elmegy, de a királylány az tökéletes, úgyhogy most a LibreOffice a királylány támogatja. Aztán említhetném még a bug szót, ez a bug, azt fordították azt poloskának is, meg bogárnak is, meg mindenféle egyéb dolognak. Szerencsére találtam egy tanulmányt, nem tudom, melyik egyetemnek a munkatársa készítette, hogy a különböző nyelvekben az egyszerű, ilyen mondjuk ízeltlábú egyéb állatcsoportok milyen szóval vannak leírva, milyen kategória, tehát a magyarban talán a legjobban a féreg ment volna el a bug fordításának, már az, amit az eredeti Unicode-ba bekerült a bug, és lehet, hogy a legutóbbi változatban, most bizonytalan vagyok, de talán ki lett javítva ez állatra. Mert igazából ez annyira nincs körülírva, és annyira nem fednek át tökéletesen a nyelvek, tehát valahol bug lehet a csiga, valahol nem lehet a csiga a bug, tehát ilyen szempontból a fordítás az András foglalkozott vele sokat, ő is tudna nagyon sok mindent erről mesélni. Még egy példát említenék, például a rövid név talán a Facebookon, Twitteren a Shell, tehát elvileg egy ilyen kagylóhéj lenne. De az ember megnézte az Unicode szabványba, és kiderült, hogy az volt benne, hogy spirális héj, tehát a Shell, és hopp, már akkor már is csigaház a helyes magyar fordítás, nem lehet
kagyló héra fordítani, vagy héra, mert a csigázat nem hívjuk héjnak, legalábbis a magyarban. És igazából a lényeg, amire itt már próbáltam utalni többször is, az, hogy maga ez az emoji beírás, az idézőjelek közötti beírás, ez úgy van megoldva a legutóbbi változatában, itt a LibreOffice 5-ben meg is jelent, hogy amint lenyomjuk az záró kettős pontot, akkor megtörténik rögtön a csere. Ez azt jelenti, hogy nem csak, mert korábban a maga az automatikus javítás úgy működik, hogy egy szóközt kell lenyomni, egy vesszőt, egy írásjelet, és akkor történik meg a csere. És viszont ezzel szemben, hogy itt ez rögtön megtörténik a csere, szavakon belül tudunk mondjuk tipográfiai jeleket, itt a minuszjel, nagykötőjel, egyebeket beszúrni. Nem tudom, hogy Dávid mennyire részletezte ezeket a tipográfiai finomságokat. Tehát például én itt az alapítványnak segítettem tavalyi évfolyamán, ma is egy előadásban szó volt róla, egy GIMP kézikönyvet kiszedni, és szerintem hibásan hagytam benne a hüvelyek jelét, tehát valami, most bizonytalan vagyok benne, hogy mi került be a hüvelyek jelére, lehet, hogy az ASCII változat, és azért elnézést kérek, ha valaki nézte ezt a jegyzetet, tehát elvileg van a hüvelyeknek, vagy más néven a szögmásodpercnek egy külön jele, double prime az angol elnevezése. Minden esetre most egy ilyen rövid névvel van lehetőség, hogy a LibreOffice-ba rögtön beírja valaki ezt a jelet. Tehát ha beírja, be akar írni, hogy 15 szolos a képernyő, akkor nem kell keresgélni a jelet valahol, hanem beírja azt, hogy 15, kettős pont hüvely, kettős pont, és megjelenik ez a szögmásodpercnek a jele. Tehát ha valaki mondjuk igényes kiadványt készít, akkor ez érdekes lehet. Apostróf, illetve itt a szorzási jel, még ne x-eket írjunk, mint az írógép korszakban. Aztán görög betűket beírhatjuk, aztán alsó-felső indexeket is. Ez néha nagyon praktikus, hogyha az ember nem kell ezt keresgélnie. Mikor a képlet szerkesztőt használja, akkor is kényelmesebb lehet mondjuk, ha a szövegben csak egy rövid, egyszerű jelet akar beírni, pit, vagy görög jelet, vagy valamit alsó-felső indexet, akkor ezt egyből meg tudja csinálni. Gépelés szempontjából ez praktikus, tehát használhatóság szempontjából. Ennyit a emojikról, ezt még annyit tennék hozzá, hogy nem biztos, hogy ezt, ha valakinek van már korábbi LibreOffice telepítése, előtte a profiljából ki kell törölni az oda átmásolt, vagy elmenteni, hogyha szerepel benne, automatikus javítási állományt. Ezt ki fogom bővíteni, ezt a diákat a pontos instrukciókkal, tehát hogyha rögtön, és mert igazából az akadályozza meg a másolat, hogy lehessen látni ezeket a LibreOffice 5-ben ezeket a javításokat, amint a saját felhasználói profilból, úgyhogy ez kényelmetlenség lehet még, de valakinek nincs LibreOffice, akkor telepítve ezt, elvileg ezt fogja kapni. Libre logo, ez egy Writer-be begyömözkölt ilyen kettő perc maradt, úgyhogy tényleg csak rövid példákat fogok mutatni. Erre vonatkozóan egy technősz grafika nyelv. Ennek itt csak egy érdekességet említenék, hogy oktatásban használják több helyen, tehát Magyarország mellett itt Brazíliában van egy egyetemi tanár, aki oktatási meg egyéb témakörben, illetve publikált is talán már ebben a témakörben, hogyan lehet az oktatásban használni ezt a keretrendszert. Nem csak az oktatásban lehet elvileg, hanem pont azért, mert vektorgrafika, amit meg le lehet programozni, komplex dolgokat lehet megvalósítani. Egy újdonság a LibreOffice 5-ben, hogy össze lehet kötni a pontokat, és mondjuk így egyszerűbben lehet rajzolni ilyen különleges csillagot, és egy pársoros programban, ha bocsánat, nem ilyen citromsárgával varázsoltam volna, egy kicsit sötétebb lenne a kép, akkor látszan, hogy itt egész jól kinéző serif csillagokat lehet a LibreOffice-ban egy pársoros programmal előállítani. A librelogo.org oldalon, amit a FSF.hu alapítvány üzemeltet, ott meg lehet látni ennek a hátterét, hogy hogyan működik, illetve remélem, hogy majd a közeljövőben lesz még egyéb dolog is. És igazából a magyar helyesírásról nagyon röviden, tényleg nagyon rövid leszek ezzel kapcsolatban, amit szerepelt, hogy örülni kell az új helyesírásnak, de ahogy a Kajla csoki sem csoki volt, ha valaki ezt ismeri, az új magyar helyesírás sem olyan nagyon jelentős változásokat taglal. Itt összecsukom a könyvet, itt látható egy kis szürke sáv itt a végén. Tehát ez a szürke sáv a kivonata az új magyar helyesírásnak, a változásoknak. Lehet látni ebből, hogy lát valakit szürke csíkot itt mellette? Nem? Lehet, arról a távolságon nem látszik, de hogyha kinyitom, akkor elvileg ez lenne
szürkecsik, de ebbe a változások listája szerepel. Egy nagyon rövid kis lista, amiről szeretnék bemutatni, hogy mit takar itt a változások. Hát egyrészt a toldalékolásban összetett szobok kezelésében valami változásra került. Régen mondjuk a vagyon ellenőrzési szót az kötőjellel kellett írni, illetve még egy évig lehet is így írni, de most már az I az nem számít bele ebbe a 6-3-as szabályba, tehát hogyha a 6 szótagú szóhoz még hozzáteszük az I képzőt, akkor ezt még mindig egybe kell írnunk majd az új helyesírása szerint. Mellé tettem egy szintén hasonló szót, a vagyon ellenőrzésűt, ami szintén egy képző, azt még mindig kötőjellel kell írni, tehát nehogy valaki megtévedjen. Ez kicsit olyan, hogy eddig működött a szabály, a képzők azokat így működnek, egyéb toldalékok azok meg azok nem számítanak bele ebbe a szótagszába. Most ez kicsit meg lett kavarva, de hát mindent meg lehet indokolni. Aztán a többjegyű, erről annyit mondanék, hogy már benne van a fejlesztői változatában a LibreOffice-nak az a kis pici javítás, ami elfogadja az ilyen típusú szavakat toldalékolva. Tehát a vagyon ellenőrzését nem fogadja el még így egybeírva, de vagyon ellenőrzéséről azt már el fogja fogadni. Ennek csak annyi értelme van, hogy a szótár fogja majd hozzárakni azt, hogy a toldalék nélkül, tehát csak az i-képzős alakokat is elfogadja a LibreOffice. Igazából az lenne a cél, hogy minden a szótáron keresztül valósuljon meg. Ez most egy kicsit nem olyan szépen van megoldva, de röviden van megoldva a Hunspell helyesírást ellenőrző programban, hogy ezt megcsinálja. Minden egyes ilyen szónál, ami ilyen többjegyű máshangzóra, kettőzött máshangzóra végződik, tehát anett például, vagy sonett, most már kötőjellel is elfogadja a toldalékot. Ez főleg akkor furcsa, hogy közneveknél is. Tehát például az őszi sonett, mint tulajdonnév, erre is vonatkozik a szabály, tehát gyakorlatilag, amikor ezt a szótárban lett megoldva, megvalósítva a helyesírási szótárban, ezt a szabályt meg kellett bontani, hogy egyszerűsödjön a valvel toldalékolás, illetve ez megmaradt ez a szabály, csak mellé az, hogy mindent kötőjellel is elfogadjon. Tehát az összes ilyen szót, ha valaki mondjuk friss, akkor most már írhatja is, hogy friss kötőjelsel, és akkor már van a 3S. Tehát lehet így el fogja fogadni a helyesírás ellenőrző, esetleg a mondat ellenőrzőbe lehet majd egy új szabályt tenni, hogy mégse fogadja el, hogyha, vagy ki aláhúzza kékkel. Betűk fejlesztésére vonatkozóan itt csak annyit szeretnék mondani, hogy megvan a lehetőség, meg remélhetőleg a jövőben meg is valósul, hogy az ODF szabványban tárolásra kerüljenek az olyan betűtulajdonosok, amiről Dávid beszélt, tehát kiskapitális, valódi kiskapitális, nem az, amit a jelenlegi ODF szabvány támogat, bár igazából az lenne szép, hogyha az ODF szabványban, hogyha valaki beállítja, hogy kiskapitális legyen a szöveg, akkor megnézi, hogy van az adott betű készletben valódi kiskapitális, akkor azt használja, különben meg a rosszat használja, de ez már a jövő zenéje, mondhatnám. És itt, amire egy példát hoztam, hogy lehet már most használni a LibreOffice-ba ilyen fejlett betűtulajdonságokat, de még egy kicsit ilyen nyögvenyelős módon. Van erről egy jegyzet is, ha valaki megnézi a LibreOffice.hu oldalt, és ott a könyveket, akkor talál ott egy tipográfiával foglalkozó könyvet. Lehet, hogy Dávid javasolta is. Amit hozzátennék, és szerintem kimaradt a könyvből, hogy pont amiatt, hogy más ODF támogatja, most már a Word is például támogatja az ODF szabványt valamennyire. Ha szeretnénk, hogy ott azt az adott betűtípust használja, például ezt a Linux Libertine G-t, ott telepítve van, akkor egy vesszővel adjuk meg ezt egy ilyen helyettesítő névként. Ez a webes szabványokban is, meg az ODF szabványban is, tehát amik a betűtípust írják le, ez egy konkrét és működő dolog, tehát meg lehet adni, ott ha az ember beírja a writerben mondjuk a betűtípusnak a nevét, vesszővel megadhatja azt egyszerűsített formában is, és a rendszer azt fogja használni, amit először megtalál. A Word nem fogja megtalálni, vagy az ABI Word nem találja meg a kiterjesztett nevet, mert nem ismeri, nem szabványos, nem ODF szabványos, viszont megtalálja a másodikat, és azt fogja használni. Tehát ilyen szempontból ez egy kis trükk, és ez egy hasznos dolog. Igen, tehát ez már a köszönet nyilvánítás. Ha van egyéb kérdés esetleg, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre. Ki fogom bővíteni ezt azzal, amit nem tudtam elmondani, és akkor késésem miatt is elnézést kérek a legvégén is, és akkor talán egy kicsit erről hírt fogok adni majd a LibreOffice.hu oldalon, meg még talán a hub.hu ilyen